A mezőgazdaságban dolgozókat, a nagy és kisvállalkozókat, a családi gazdákat, valamint a vadásztársaságokat is nehezen érinti a vadkár. Leginkább a kukorica és a napraforgó ültetvények azok, ahol fokozott védekezés szükséges. A gazdálkodók szerint elsősorban az egymással való együttműködés az, ami segíthet. Az idei évvel kapcsolatban nem sok pozitívumról tudnak beszámolni a gazdák a meglehetősen változékony időjárás miatt. A kukorica esetében például terméskiesésre, rekordfelvásárlási árakra és vadkára is panaszkodnak az agráriumban. A gazdálkodási területünkön körülbelül öt vadásztársasággal vagyunk kapcsolatban abból itt a Nagykanizsa környékén, a Hubertus vadászterületén vadász a legtöbb olyan területünk, ahol nagy, nagy a vadkár, vadkáron nagyon érintett, és ugye itt villanypásztort kell igénybe vennünk a kukorica esetében. Körülbelül olyan 15 éve múltra tekint vissza a hubertusz kapcsolatunk. Azóta egyre fokozódik a vadkár, és sajnos itt a Nagykanizsa-Palini részben sem lehet már úgy kapás növényt, kukoricát vagy akár napraforgót termeszteni, hogy ne kelljen valamilyen védekezést. A gazdálkodók szerint fontos, hogy az érintett vadgazdával meg tudjanak egyezni a vadkárt illetően. A tapasztalataink. A társasággal ö, egész jók. Közösen telepítjük a vadkerállító kerítést, ugye az úgynevezett villanypásztort. A, az idejében úgy egyeztünk meg, hogy jövő ki a, a fenntartás. Azt gondolom, hogy ez elég jól ö, működött. A vadgazda is egy jó együttműködése törekszik. Mint ahogy Dénes Sándor fővadász fogalmazott, a legjobb, amikor a tábla szélén meg lehet állapodni az érintett gazdával. Én, amit legnagyobb hiányosságnak gondolok, az a párbeszédnek a, a folyamatos kapcsolattartás a hiánya. Tehát, hogyha mi, mint ö, vadgazdálkodók értesülünk róla, hogy egy-egy területen mi, ö, hol lesz mondjuk kukorica vagy napraforgó, amely a legveszélyesebb vadkár szempontjából, akkor mi arra felkészülünk, akár ö, magas lesekkel, bármilyen vadgazdálkodási berendezéseket teszünk ki a területre, vadkár elhárító vadászatokat szervezünk. Az aszály is megtizedelte a kukoricaültetvényeket, a vadkár pedig rontott rajta. A pontos értékeket majd csak a betakarításkor lehet látni.